Jó estét, Szombathely! Ma három témával várjuk a kedves nézőket. Közéleti magazinunkban foglalkozunk egy nagyszerű kezdeményezésről. Szociális lakás ügynökség hálózat kialakításáról tárgyaltak ma Szombathelyen. Aztán egy picit foglalkozunk az iparűzési adó bevétellel, amely nagyszerűen alakul, és várhatólag majd a város kiadásainak egy részét, illetve bocsánat, a törlesztések egy részét is már eleve fedezi. A kettes számú választókerület fejlesztéseiről is szó lesz majd, és hétfőtől csak a nemzeti dohányboltokban lehet majd vásárolni cigarettát. Hogy hogyan alakul a boltok készenléti állapota, ennek is utána jártunk, és természetesen beszélgetünk majd az üzemeltetésről is. Ha tehetik, tehát maradjanak velünk, azonnal indulunk. Jó magam már láttam a híradós tudósítást, és azt gondolom, hogy önök közül is nagyon sokan. Elég sok érdekes információ elhangzott, de mégsem tudunk egy perc, 30 másodperc alatt kivesézni egy témakört. Ezért aztán arra gondoltunk, hogy a szociális lakásügynökségek kialakításáról szóló konferencia vendégeit becsábítjuk ide a stúdióba, és egy kicsit alaposabban kivesézzük ezt a témát, úgyhogy szeretettel köszöntöm Károly Ákost, Szombathely aljegyzőjét. Jó estét, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és Hegedű József urat, aki a Város Kutatási Kft. Ügyvezetője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen, hogy itt maradt velünk. Azt gondolom, a koncepciót kellene először bemutatni, mert az, hogy Szombathelyen volt ez a konferencia, az nem véletlen, de erről majd aljegyző úr később beszél. Most arra kérem igazgató urat, hogy magát a koncepciót egy kicsit mutassa be nekünk. Szokatlan maga a lakásügynökség kifejezés nem annyira, de hogy szociális lakásügynökség, ez azért egy kicsit ismeretlen még számunkra. Hát onnan kellene kezdeni, hogy indulni, hogy Magyarországon a 1990-es évek privatizáció következtében a lakásállománynak 2,7%-a az, ami önkormányzati tulajdonban van. Ez Európában összehasonlítva egy nagyon-nagyon alacsony arány. Tehát van egy nagyon komoly szociális lakás igény. A másik elem, ami nagyon fontos Kelet-Európában, Magyarországon különösen, hogy nincs egy demográfiai nyomás a lakáspiacon. Tehát nincs igazán szükség nagy volumenű lakásépítésekre. Tehát ha egy szociális lakás problémát meg szeretnénk oldani, akkor a létező lakásállományt kell használni. És közben a népszámlálás új adatai szerint majdnem 500 ezer lakásár üresen, vagy nem használják. Még akkor is, ha tudjuk azt, hogy ez a statisztika adat időnként túlzó, nagyon sokan, akik akár ki is hagyják a lakásaikat, üresnek jelenti be, de akkor is, még városokban is, körülbelül 200-250 ezer üres, nem használt lakásról van szó. Az az érdekesség, hogy nemrégiben a BEM lakásszövetkezet kapcsán beszélgettünk arról, hogy a galamboktól egyre nehezebben élhető a lakótelep, és éppenséggel az üresen maradott lakások erkélyeire telepednek be ezek a galambok, és a szomszédok életét is megnehezítik. Tehát gondolom, hogy ezek a lakások is valamilyen szinten előbb-utóbb majd bekerülhetnek ebbe a rendszerbe, amely ugye nem csak önkormányzati tulajdonú ingatlanokat jelent. Bocsánat, igazgató úr, és akkor majd aljegyző úrnak átadjuk a mikrofont. Csak hogy elsősorban magántulajdonú lakásokról van szó. Tehát pontosan arról van szó, hogy van egy lakásállomány, amit nagyon sok pénzből épített a társadalom és a magánszemélyek is, és ez valamilyen oknál fogva nem hasznosul. Nem forog, nem pörög. Nem valahogy a tulajdonosok félnek kiadni. Nagyon sokszor ez egy jogszabályi probléma, meg adózási probléma. Félnek kiadni, mert a bérlők kihasználhatják időnként a helyzetüket, nem fizetik a bért, vagy pedig lelakják a lakását. A két nagyon nagy kockázat. Nyilván erről is volt szó a mai konferencián. És az ügynökség ezt csinálja. Tehát tulajdonképpen erre van kitalálva, hogy lehetne biztosítani a tulajdonos és a bérlő közötti olyan megbízható, kiszámítható kapcsolatot, amely lehetővé teszi akár, hogy szociálisan rászoruló, most ez alatt azt értem, hogy olyan családok, akiknek a jövedelme nem elegendő ahhoz, hogy piaci labdereket megfizessenek, belépjenek a piacra. Erről majd még beszélgetünk az ösztöző rendszerről, meg arról a garanciáról, amire gondolom, hogy igazgató is gondol, de akkor most jöjjön a mi példánkkal, jegyző úr. Csatlakozni tudok az előttem szólókhoz, és azt gondolom, hogy először azt érdemes egy mondatba tisztázni, hogy az önkormányzatnak miért érdeke részt venni ebben a programban. Úgy is fogalmazhatnék, hogy miért érdeke, hogy úttörő legyen ebben a programban. Szombathelyen is van egy nagyon komoly feszültség a bérlakásgazdálkodás terén, hiszen ha megnézzük a számokat, az országos adatokhoz hasonlóan egyébként azt mutatják,
körülbelül van 300 család, akinek valamilyen lakásszükséglete van, a lakhatását az önkormányzattal együttműködve kívánja megoldani, és közben pedig van 160 olyan üresen álló, de helyreállításra váró lakása az önkormányzatnak, amivel igazából ezeknek a családoknak érdemi segítséget nem tud nyújtani. Tehát van egy ilyen kereslet-kínálati feszültség, amire valamilyen megoldást kell találni. Ugye az elég triviális, hogy ilyen problémát csak akkor tudunk kezelni, ha van lakás, amit valamilyen módon becsatornázhatunk a probléma megoldásában. Nyilván az egyik út, az a klasszikus út lehet, hogy az önkormányzat biztosít több millió forintot lakások felújítására, és akkor a felújított lakásban a bérlők a hagyományos pályázati rendszerben elfoglalhatják ezeket a lakásokat, de ez egy másik út, ez egy alternatívája ennek a rendszernek, ami arra támaszkodik, hogy Szombathely városában körülbelül 200-250 olyan üres magántulajdonban lévő lakás van, ami üresen áll, és ennél fogva a programba bekapcsolható lehet. És ez nem rossz állapotú lakás, tehát gyakorlatilag egy kis felújítással azonnal beköltözhetőek, gondolom, ezek a lakások? Ugye naprakész információval a lakások állapota terén nem rendelkezünk, azt gondoljuk, hogy vegyes kép van, biztos, hogy vannak költözhető lakások, és vannak olyanok is, amelyek helyreállításra várnak. Bocsánat, országosan is ugye gondolom ez a nagy szám, ez az 500 ezer hasonlóan megoszlik, tehát vannak ott is ebben a mennyiségben lakások, mely azonnal beköltözhetők, és vannak, amelyek inkább bontás? Pontosan, hát azt biztosan tudjuk, hogy jelentősen lakásállomány van, ami olyan falvakban, olyan területeken van, ahol nincs is igény rá. Tehát a beszéseink szerint körülbelül a fele az, ami városi területen van, és nyilván ennek az 50%-nak egy bizonyos része olyan, ami nem biztos, hogy használható, nincs rá igazán kereset. De mi mindig nagyon nagy számokról beszélünk, mert összesen van 100-120 ezer önkormányzati lakás, és akkor ezzel szembeállítva van 300 ezer esetleg, vagy 200 ezer használható lakás, akkor egy nagyon nagy állomány van. Itt az a kérdés, hogy mennyire tudjuk ösztönözni ennek a tulajdonosai, tehát ennek magán tulajdonosai vannak, hogy ők hajlandóak-e egy ilyen ügynökségen keresztül a lakásukat bérbeadni. Ez egy jó példa lehet, amely Szombathelyről indulhatna el, és adaptálhatná többi település és magyarországi település. Így van. Szombathely más területeken is a lakáson egy nagyon úttörő szerepet játszik, és az az igazság, hogy ilyen programokban nem elegendő az, hogy valaki ezt kitalálja, leírja, és hivatkozik nyugat-európai példákra. Ez a mai magyar valósághoz kell igazítani, azokhoz az intézményekhez, azokhoz a tudásokhoz, ami helyben létezik. Úgy tűnik, hogy nálunk van ilyen tudás, de mit kell most tenni? Mi a következő lépés? Mit döntöttek ma a konferencián? A konferencián a döntés nem született, inkább azt mondanám, hogy számos olyan információ hangzott el, amivel azon az úton, amin elindultunk, tovább tudunk haladni, és a cél az, hogy a szeptemberi közgyűlés elé egy olyan szociális lakásügynökségnek olyan szombathelyi modelljét tegyük a közgyűlés asztalára, amit a közgyűlés aztán jó szívvel támogat, mint a szombathelyi családok megsegítésére. Ez a programcsomag, ez bizonyára tartalmazni fog központi jogszabálymódosításra vonatkozó javaslatokat, gondolhatunk itt adójogszabályokra, végrehajtásra vonatkozó jogszabályokra. Ezek már az ösztönzők lehetnek a magántulajdonosok felé, ugye? Tehát, igen. Így van, hiszen arra az alapvető problémára fog ez a javaslat reagálni, hogy érdekelté kell tenni a lakástulajdonosokat abban, hogy a lakásukat ilyen célra bérbe adják, és természetesen ez a megfelelő ösztönzőket és a garanciákat be kell építeni. Ezek fognak konkrétan szerepelni ebben a programban szeptemberben. Ez elképzelhető, hogy mármint a rendszer támogatást is kap, esetleg anyagi támogatást is, pályázat útján kért anyagi támogatást? Jelen pillanatban én nem ismerek olyan pályázati lehetőséget, amit kiaknázhatnánk erre a célra. Persze nagy örömmel veszük, ha ilyen pályázat lesz. Azt azonban el lehet mondani, hogy biztos, hogy anyagi erőforrások nélkül ez a program nem lesz működőképes, de a közgyűlés számára majd szeretnénk bemutatni azt is, hogy adott esetben ez egy mennyivel olcsóbb utat jelent, mint hogyha bérlakásokat újítunk föl. Egy példát mondanék, ugye, hogyha a közgyűlés szeptemberben úgy dönt, hogy biztosítja az előirányzott 50 millió forintot bérlakások felújítására, az körülbelül azt fogja jelenteni, hogy 30-35 lakás fog megújulni, lakásra vetítve ez 1,4 millió forintot jelent. Az előzetes számítások szerint ennek körülbelül a harmadából a program biztosíthatná a lakásoknak, a családoknak az elhelyezését. Mennyi a jelentkező most per pillanat Szombathelyen?
Hát a legfrissebb adatot tudom mondani, ebben a fél évben 146 család kért helyreállított lakást az önkormányzattól. És mit is mondtunk, hogy mennyi van Szombathelyen? Hány ilyen üres lakás létezhet? 200-250 körüli. Ha ennek a fele gyakorlatilag ugye valóban lakható egy kis felújítással, akkor gyakorlatilag rövid időn belül megoldható lenne ez a probléma ennek a 140 körüli családnak. Azért azt gondolom, hogy itt akik kedves nézők közül sokan, akik hallgatják ezt a műsort, és tudnak üres lakásokról, elképzelhető, hogyha most itt garanciákról hallanak híreket, akkor jelentkeznek. Fogadókész lesz majd a rendszer erre? Hát ez ugye egy helyi program, és én azt gondolom, hogy országos szinten is előbb-utóbb nem is nagyon van más választás. És nagyon érdekes, hogy a mai konferencián azért az eszközkezelő részéről volt itt egy az eszközkezelő vezetője, aki világosan látja, hogy a devizahitelekbe belebukott családok egy részének, ha segítséget kell nyújtani, ez a modell az, ami tulajdonképpen valójában egy kivédett utat jelenthet. És még azt megemlíteném, hogy nem csak az önkormányzatok, hanem csak olyan szociális szervezet van, aki kész lenne ilyen programoknak a működtetésére, akár említeném a Máltásokat, vagy pedig a Református Szeretetszolgálatnak, amelyek kis léptékű programjai már léteznek, és ennek a szólna, ez a szociális lakásügynökség bizonyos elemeit már üzemeltetik. Tulajdonképpen arról van szó, hogy tudom összepakolni ezeket az elemeket egy országosan működő hálózattá. És azért nagyon fontos szerintem a szombathelyi példa, hogy ez mutatja, hogy egy ilyen rendszer kialakítható, ezek a garanciák biztosíthatók. Itt az a kérdés, az egy nagyon fontos feladat, hogy tudjuk meggyőzni akár a bérlőket és a tulajdonosokat, hogy igenis, ő meg fogja kapni a lakbért, és a lakását, amikor neki szüksége van, vissza fogja kapni. És a lakását olyan állapotban kapja vissza, mert ugye nagyon sok esetben ez a probléma, hogy visszakapom, oké, de hogy fog kinézni a lakás. Tehát a garancia az, hogy valamiféle ellenőrzés lesz nyilvánvaló beépítve a aljegyzőn. Így van, egyrészt egy komoly ellenőrzési rendszer lesz kiépítve, másrészt pedig szó van egy garancia alap létrehozásáról, amely a bérlő önkormányzat, bérbeadó közös összefogásából egy olyan pénzügyi alapot teremthetne, amiből ezek a helyreállítási munkátok aztán elvégezhetők a lakás visszaadásokon. Én nagyon szépen köszönöm az uraknak, hogy bejöttek az egész napi tanácskozás után, de nagyon jó dologról tárgyaltak, úgyhogy sikeres folytatást kívánok hozzá mindkettőjüknek. Köszönjük a lehetőséget. További szép estét önöknek. Mi pedig akkor folytatjuk tovább még hozzá egy augusztus 3-ai, 4-ai programmal kapcsolatosan, mely nem itt lesz Szombathelyen, hanem Kecskeméten. Ez a repülőnap talán már sokan hallottak róla. Kétnapos lesz most, és 140 órányi repülősót mutatnak majd be mindenről, és természetesen a Magyar Honvédség légierejéről a honvédelmi miniszter tartott tájékoztatót Szombathelyen. Mind augusztus 3-án, mind augusztus 4-én, tehát mind a két napon ugyanazzal a programmal, mint egy összesen 14 órányi repülősót láthatnak az érdeklődők. 25 országból érkeznek csapatok, soha még ilyen nagyszabású repülőnapokat nem rendeztünk. Külön felhívom a figyelmet az orosz csapatra, amely olyan technikával, olyan negyedik generációs szuhojokkal fog megjelenni a repülőnapon, amelyek még soha nem szerepeltek külföldi légi bemutatón. Szeretném elmondani azt is, hogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. A MÁV, ha jól tudom, megfelelő jegyárkedvezményt ad a vonattal a helyszínre érkezőknek. Bár nagyobb szabású a rendezvény, és már két éve nem rendeztünk ilyet, mégis a jegyárak teljesen változatlanok. Tehát az elmúlt évek inflációjával sem növeltük meg a belépő díjakat. Természetesen diákok, nyugdíjasok, illetve rokkantak, testi fogyatékkal bírók kedvezményes jegyeket kapnak, és a szociális érzékenység is jellemzi a szervezőket, hiszen szegény sorsú, rászoruló családból származó gyerekek számára 2000 jegyet a kormány megbízotti hivatalokon keresztül ingyenesen ajánlottak fel. Ez azt jelenti, hogy megyénként mintegy 100 rászoruló ingyenesen el tud jutni az ő szállításokat is
meg fogjuk majd oldani. A magyar katonai repülésnek jeles évfordulója van, hiszen 100 éve 1913-ban kezdődött el ez a hosszú történet. Ennek a történetnek nagyszerű mai folytatói állnak itt mellettem, a Gripen pilóták, a Gripen harci repülőgépek, ezek több célú harci repülőgépek az egész térségben a legfejlettebbnek számítanak. Jó érzéssel mondhatjuk ezt, hogy egyedül a szomszédos Ausztria rendelkezik ezzel összevethető harci repülőképességgel. Ennek is betudható, hogy Magyarország közeljövőben több területen is nemzetközi szintéren fel fogja használni, és a nemzetközi közösség rendelkezésére fogja bocsátani ezt a képességet. Ez hazánknak nagyon nagy presztízst és nemzetközi tekintélyt fog hozni. Két dolgot említenék meg. Ratifikálás alatt van Szlovéniában az a megállapodás, amelynek értelmében valamikor az idei évtől kezdődően a magyar légierő gripenjei az olasz hadsereg harcigépeivel együtt fogják biztosítani Szlovénia légterét. A közeli esztendőkben pedig ki fogunk települni a Baltikumba is 4 gépünkkel. Ismeretes, hogy Észtország, Lettország és Litvánia nem rendelkezik vadász légierővel, ugyanúgy, hogy Szlovénia sem. Hát azért ehhez kell egy bizonyos ország méret és hát bizonyos teherviselést ez jelent, ezt nem mindenki képes megtenni. A NATO-n belül az a megállapodás, hogy a 3 balti állam légtér felügyeletét a többi NATO tagállam felváltva olyan forgószínpadszerűen látja el. Magyarország is be fog kapcsolódni ebbe a feladatba, és mindez szintén nagyban növeli katonai kiképzettségét, növeli pilótáink felkészültségét, mert nagyszerű gyakorlási lehetőségek vannak ott a balti tenger fölött, és az orosz határ is azért elég közel van, hadd ne ragozzam ezt tovább. És ugyanakkor számíthatunk a tiszteletre és a megbecsülésre, még a mainál is fokozottabb mértékben a balti népek részéről. Látható tehát, hogy ezek a fiúk, majdnem azt mondtam, hogy srácok, hát igazából tisztulnak, milyen fontos feladatot látnak el, és a hazaszolgálatát milyen magas fokon végezve szereznek megbecsülést Magyarországnak, elismerést a Magyar Honvédségnek, úgyhogy egy nagy tapsot a mi terékpilotáinknak hadd kérjük. Köszönöm szépen! Stabil a város gazdasága, legalábbis ezt lehet megállapítani azokból az iparűzési adó bevételekből, amelyek az első fél évben realizálódtak. E tekintetben szeretnénk egy kicsit mélyebben is beavatni önöket a témakörbe, és ki más lenne autentikusabb erre, mint Molnár Miklós, Szombathely megyei város alpolgármestere. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk. Jó estét kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Azért ez egy jó hír, tehát ahogy nyilatkozott is, hogy gyakorlatilag a tervezett 5,5 milliárdos éves iparűzési adónak hát több mint a fele realizálódott az első fél évben. Ugye nem teljesen a fele realizálódott, de ezt nem is kell időarányosan nézni, hiszen ugye többféle időpontban vannak az iparűzési adó befizetések, ugye van egy március 15-e, egy szeptember 15-e, május végén vannak az előző éves végleges elszámolások, valamint decemberben van az adójogszabályok miatt egy feltöltési kötelezettség, az adott évi teljesítményre rááll, de időarányosan is jól állunk, ha korábbi évekhez képest nézzük, ahhoz képest is nagyon jól állunk. Nyilvánvalóan az éves tényleges gazdasági teljesítmények fogják meghatározni majd a befizetéseket. Reméljük, hogy a második fél év az hasonló az elsőhöz, jól fog alakulni a Szombathelyen működő cégek döntő többségénél, és ez a tervez teljesülni fog. Olyan szerényen beszél róla a polgármester, de azért hadd mondjuk el, ugye most ez 2,6 milliárd, ami már bejött. És azért, hogyha most nézzük az előző éveket, én visszamentem 2010-ig. 2010-ben egész évben 4,3 milliárd volt a bevételünk. Tehát gyakorlatilag, ha most ezt a 2,6 milliárdot veszik alapul, akkor ha csak megduplázódik ez, akkor is gyakorlatilag 5,2-del jön majd ki, de 5,5-öt
kalkulált gyakorlatilag ugye az előzetes számítás, és Isten igazából ennek az összegnek a felét, jól emlékszem, a nagyobb cégek teszik, a többi felét pedig a KKV-k. Igen, nagyjából a legnagyobb adóbefizetők, mondjuk ha lebontjuk, nagyjából egy 10-12 cég, az kb. 50%-át fizeti be helyi iparűzési adónak. Ez nem azt jelenti, hogy kizárólag ők a fontosak, hanem azt jelenti, hogy ez ugyan a nagyságrendet termel a város számára, mint az összes többi együttvéve. Ebből követik ez, hogy mindkettő ugyanolyan fontos a városnak. Ugye mindig vizsgálni kell a gazdaság szerkezetét, ez látható, hogy a nagy foglalkoztatók, a nagyobb cégek azok jelentősen fejlődtek az elmúlt években, fejlődnek idén is, meg fejlődnek a jövőben. Nekünk az a feladatunk, és az egész Nyugat-Pannonia Járműipari és Mechatronikai Központ tevékenysége az arról szól, hogy egyéb tovább segítsük a nagyok fejlődését a jövőben. Ugye ennek az egyik legfőbb jele most, hogy ma már fejlesztő központokat hoznak ide, és ezzel párhuzamosan pedig tegyük lehetővé, hogy a kis középvállalkozások, mint beszállítók, egyre több lehetőséget kapjanak, és képesek legyenek arra, hogy beszállítsanak, hiszen akkor ők is növelik a foglalkoztatást, ők is növelik az árbevételüket, ezáltal nyilván növekszik a adóbefizetési kötelezettség, és kialakul egy hosszú távon fenntartható egészséges ipar szerkezet. Én azt gondolom, hogy a következő 2-3 évben ez megvalósítható és összerakható. És az is látható, hogy ha 2010-hez képest nézzük, akkor 13 végére a város gazdasági teljesítménye. Nyilván ebben vannak, akik ezt nem így élik meg, mert visszaestek, de összességében a város gazdasági teljesítménye, mondhatnám azt, hogy a GDP-je, ami ugye országos szinten 0,7% volt a legutóbbi negyed évben a növekedése. A városban 3 év alatt, tavaly visszaesés volt, a városban 3 év alatt szerintem közel lesz a 40%-hoz a növekedés, ami indokoltá teszi egyébként, hogy miért vagyunk kiemelt gazdasági övezet. Az elmúlt időszakban 3 komolyabb fejlesztésről számoltunk csak be. Ugye a BPV-nél egy 8 millió eurós fejlesztés, ez egy 10.000 négyzetméteres logisztikai központ lesz, mely 15-ig épül föl, de mindemellett az LUK is és a Jabil is gyakorlatilag fejlesztésekről számolt be, illetve indította el ezeket a dolgokat. Hát ezek mind azt mutatják, hogy nem rövid távra készülnek ezek a cégek itt tevékenykedni, és hogyha ez így működik, akkor nyilván munkája lesz a beszállítóknak is. Ugye ez egy érdekes folyamat zajlott le egyébként Szombathelyen, meg a megye gazdaságában is. Ha valaki visszaemlékszik rá a rendszerváltás előtt, a 70-es, 80-as években még a textilipar könnyipari túlsúly volt, ugye 10-es nagyságban dolgoztak ebben az iparágban, aztán a 90-es évek elején pont ezen munkaerőbázisra épülve a változások kapcsán az elektronikai ipar betanított munka jelent meg. A 90-es évek közepén jelent meg ugye gépgyártásban az LUK, aztán megjelent ugye az Opel Gotthárdon, amit én mindig ide csatolok. A megyén belül van, meg Szombathelyhez közel, tehát mindenképpen úgy kell tekinteni, hogy amikor bármilyen gazdaságfejlesztést csinálunk, akkor tekintettel kell lenni arra, hogy mi van Szent Gotthárdon. A BPV ugye a korábbi Rába bázisán szintén óriási növekedésnek indult. A korábbi elektronikai cégek közül néhány közben elment, mindenki emlékezzen vissza csak a Philipsre, néhány meg átalakította a tevékenységét, és egyébként óriásivá vált. Szép csendben nem nagyon beszélünk róla, ők kevésbé publikálják az eredményeiket, de a Delphi vált az egyik legnagyobb szombathelyi céggé időközben, aki most úgy fejleszt, hogy a Jabil épített egy 10.000 négyzetméteres csarnokot, de valójában azért, mert a Delphi-től bérelt egy 6.000-est, ugye neki kellett egy nagyobb átköltözött, a Delphi meg felhasználta azt a 6.000-est. Tehát ők nem építettek, hanem a már meglévőt, de időközben, sőt átvették azokat a telephelyeket, amelyeket korábban a Puskás Tivadon más elektronikai cégek használtak. Hogy lehetne prognosztizálni egy ilyen fejlesztési mechanizmust, amennyiben lát a piac, akár a külföldi tőke is. Tehát azt mondják, hogy fene egye meg, hát ez a Szombathely micsoda fejlesztéseket hajt végre, mármint a Szombathelyen lévő nagy cégek. Ez nem lehet egy rossz hely. Meg kellene próbálni nekünk is csatlakozni, hiszen itt már elég sok minden kialakult. Tehát olyan jellegű mechanizmusok, amelyeket őnekik nem kell újra elindítani. Erre fel lehet készülni? Várható esetleg egy ilyen dolog? Vagy éppen azért talán nem jönnek ide, mert azt mondják, hogy vannak elegen a piacon. Nyilván sok minden, általában egy gazdaságfejlesztési döntés, amikor megszületik bármely cégnél, az ugye figyelembe veszi a feltételeket. Tehát nyilván tudja azt, hogy egy fejlesztésnek milyen szükségletei vannak, épületek, gépek, emberi erőforrások szempontjából, és hogyha ebből valamelyik nem áll rendelkezésre, akkor nyilvánvalóan ezeket nem fogja odavinni. Viszont a fejlesztés az 5-10 évre szól, olyan nagyságrendűek, ebből adódóan
Ugye az a kérdés, hogy az adott közeg, környezet tudja teljesíteni azokat a feltételeket, amelyeket ő 3-5-10 év múlva is szeretne biztonságban tudni. És tulajdonképpen ezen dolgozunk, hogy elhitessük a külföldi döntéshozókkal, vagy befektetőkkel, hogy itt ez alkalmas. Nekünk elsősorban nem új betelepülőkre van szükségünk, hanem elégséges, ha a jelenlegiek nőnek, és az ő beszállítóik települnek mellé, és az így betelepült beszállítók, meg az itt lévő nagyoknak a meglévő kicsik tudnak beszállítói lenni. Ezzel szerintem bőségesen kimerül az erőforrás, mármint emberi erőforrás, amit rendelkezésre áll. Az is elképzelhető, hogy újabb beszállító KKV-k települnek esetleg a városba. Okay. Tehát nem feltétlenül a nagy cégekre kell gondolni. Ami miatt beszélünk erről a témáról, és azt gondolom, hogy ezt meg kell említeni, hogy ez a prognosztizált 5,5 milliárd forintnyi iparüzési adóbevétel, ez oly jelentős összeg, hogy gyakorlatilag teljes egészében ebből fedezni lehetne a város adósságállományát, jól mondom? Hát az adósságkonszolidáció után fennmaradó adósságállomány. Olyan szinten, hogy ma már egyébként, idén törlesztettünk már ebből is, úgyhogy ez tulajdonképpen év végére nem fogja elérni a város adósságállománya az 5 milliárd forintot. Ugye nagyjából 20 milliárdról indultunk, ha mindent összeadunk, hiteleket, folyószámla hiteleket. Ebben részben van egy 10 milliárdos konszolidáció, meg lesz egy közel 5 milliárdos saját erőből történő adósságcsökkentés is. Nagyon szépen köszönöm ezt a részét a beszélgetésnek, de nekünk van egy másik tervezett beszélgetési témakörünk is, amely már körzethez csatlakozik, illetve kapcsolódik. Ez a 2. számú választókerület. Talán a kedves nézők is látták a híradós tudósítást a 11-es Huszárúton készült fejlesztésekről. 13 millió forintból történt ott néhány helyszín, ami megújult, és azt gondolom ezek között nagyon sok olyan van, amely a forgalom szempontjából most aztán biztonságossá vált a gyalogosok szempontjából nézve. Ez nagyon régóta halljuk, hogy a magyar tenger előtti buszmegálló, illetve az oda történő átkerülés lehetősége az rendkívül balesetveszélyes volt, hiszen egy főközlekedési városon átvezető főútvonalon mennek az autók, és rengeteg gyerekdiák próbált reggelente átjutni ott. Egy nagyon komoly fejlesztés történt, ez részben pályázati pénzből, részben az önkormányzat által biztosított önrészből, összesen valóban 13 millió forint értékben, és azt gondolom, hogy olyan forgalomtechnikai megoldás alakult ki, ahol érzékelős villogókkal ellátott gyalogátkelőhely van, tehát amikor a gyalogos megközelíti a gyalogátkelőhelyet, akkor a villogók automatikusan bekapcsolnak. És van egy busz beálló, kialakult, tehát gyakorlatilag nem akadályozza a forgalmat a helyen. Én azt gondolom, hogy olyan buszöböl kialakítás történt, ami példaértékű, hiszen nem aszfaltos, nem térburkolatos, hanem betonos buszöböl, ami reményeim szerint hasonló szinten, mint Ausztriában nem fog egy-két év után tönkre menni, hiszen ez egy olyan technológiával készült, aminek 10 év múlva is jó állapotúnak kell lennie. Nyilván akadálymentesített átjárók vannak, és két a városhoz közelebb álló gyalogátkelő és akadálymentesítése került ennek során, valamint egy rövid szakaszon a járda megújult. Még van három helyszínünk, ezekről is kérem, hogy gyorsan említsünk azért néhány szót. A Széll Kálmán utcai tömbelső teljes átépítése, ez sem néhány milliós felújítás csak. Hát ez egy közel 70 milliós beruházás lesz, a város egyébként ezt teljes egészében saját erőből valósítja meg, hitelek nélkül hozzáteszem, tehát a saját erőt úgy értem, hogy saját meglévő, vagy rendelkező, majd a rendelkező forrásokból. Az ott lakóknak azt gondolom nem kell elmagyarázni, hogy miért van szükség, azt gondolom, ez is egy régi adósság, megfelelő teljes rekonstrukció fogott megtörténni, a közbeszerzési eljárás elindítása van folyamatban, és reményeim szerint idén a télbeállta előtt az átadásra fog kerülni. Mi lesz a Verseny utcával? A Verseny utca szintén másik neurologikus pontja a körzetnek, egy teljes csapadék vízelvezetéses munka fog elkezdődni, szintén még a télbeállta előtt reményeim szerint be fog fejeződni, itt is a közbeszerzési eljárás elindítása van folyamatban, ez is összességében közel 70 milliós beruházás, ez érinti az Élmunkás utcát, a Hollós és Simon utcát, illetve a keresztező utcákat, és ami még itt egy kiemelt történet, hogy a Verseny utcában nem csak a teljes csapadékvízelvezetés lesz megoldva, hanem egy olyan járda felújítást fogunk végrehajtani, ami reményem szerint a jövőben egyre több helyen valósul meg, tehát nem aszfaltozott járdát fogunk építeni, hanem térburkolatos járdát. Nem 5 évre szeretnénk járdát építeni, hanem 50 évre. Lehet, hogy drágább, de azt gondolom, hogy az élet be fogja bizonyítani, hogy célszerű ilyen fejlesztési irányokba elmenni. Még egy
egy beruházás van, amire szerintem már ugyancsak nagyon sokan vártak, ez a Vasút utcai északi része, ahol hát gyakorlatilag a várakozó autók száma remélhetőleg majd csökkenni fog. Ugye kaotikus állapotok alakultak, itt egy lakók kerestek meg, egyébként tartottunk egy lakossági fórumot is, talán 100%-os részvétel mellett, és közösen választottuk ki azt a megoldást, amit ott egyébként meg is szavaztak a lakók, hogy készüljön burkolat, tehát szó volt arra, hogy esetleg fizetővezetbe kerüljön, aztán abban maradtunk, hogy nem kell ott fizetővezet, hanem készüljön egy párhuzamosan, az út irányal párhuzamosan felfestés a parkolóautók számára. Ez lényegesen csökkenti az ott lévő parkolóautók számát, illetve lehetővé teszi a lakosoknak, hogy megközelítsék a házaikat. Nagyon szépen köszönöm Molnár Miklós alpolgármesternek, hogy bejött a stúdióba, és hát kívánom, azt gondolom valamennyiünk nevében, hogy ez az iparűzési adó második fele is úgy realizálódjon, ahogy az első fél évben sikerült. Köszönöm szépen, így legyen, mert azt jelenti, hogy akkor a cégek teljesítménye az olyan volt, mint amilyenek terveztük, illetve a túlfizetés lesz, akkor pedig még jobb lesz, mint amilyenek terveztük. Akkor újabb beruházásokról, fejlesztésekről számolhatunk majd be. Köszönöm még egyszer is, további szép estét kívánok. Köszönöm szépen is. Mi pedig folytatjuk, még hátra van egy beszélgetésünk, ám előtte nézzenek meg egy kis összeállítást arról, hogy a hétfőn nyíló nemzeti dohányboltok átalakítása, kialakítása városunkban miként alakul. Hétfőtől a nemzeti dohányboltokban lehet majd cigarettát vásárolni. Július közepéig a koncessziót nem nyert árusítóhelyek a készleteiket eladhatják, de újat elsejétől már nem rendelhetnek. Az új boltok építése, az üzlethelyiségek átalakítása gőzerővel zajlik. A tulajdonosoknak számos előírásnak kell eleget tenniük, hogy a szigorodó biztosítási feltételeknek megfeleljenek. Az emberek nem egyértelműen tudják, hogy egy biztosítás esetén minek kell megfelelnie mondjuk egy ajtózárnak, egy zárási pontosságnak, egy ablaknak, vagy rácsnak, vagy bárminek. Most itt a trafik törvény előírja, illetve a biztosítók úgy alakították ki a termékeiket, hogy egy részebben sem vállalja ezt a terméket, vagy ezt a módozatot, vagy olyan szigorításokat alkalmaz, ami alapján ezt nem is lehet megkötni, mert nem felel meg az ügyfélnek a épülete. Ugye rengeteg épületeket látunk itt körben most, ahogy mászkálunk a városba, amik ilyen most épített, tehát ilyen szendvics szerkezetből kialakított épületek lesznek, amik azt mondom, hogy ha egy üvegajtó szerepel, vagy üvegajtó, üvegablak van rajta, már nem is felel meg a védelmi szintnek, mert a biztosítók legalább egy részleges, vagy egy teljes körű mechanikai védelmet írnak elő, ami azt jelenti, hogy az ajtón legalább, illetve az ajtónak legalább fa vagy fémajtónak kell lennie, tömörajtóval, legalább két darab biztonsági zár egymástól 30 cm távolságra, és az ablakra pedig előírják, hogy rács szerepeljen az ablakon kívülről. Előírnak még elektronikai védelmi rendszernek a meglétét, tehát be kell kötni lenni távfelügyeleti rendszerre, kell lenni helyi riasztásnak, illetve kivonuló szolgálatnak, és a pénz, ha pénz szeretne biztosítani az ügyfél adott esetben az épületben, akkor még egy úgynevezett pánikgombnak, tehát rablótámadás jelzőgombnak is szerepelnie kell. Vas megyében 132 nemzeti dohánybolt nyílhat, ennyire nyújtottak be kérelmet és kaptak engedélyt a vámhatóságtól. Stúdiónk vendégei Szilágyi Ildikó, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetője. Jó estét kívánok! Jó köszönöm estét szépen, kívánok. Hogy itt van velünk, és Csével Szabolcs pénzügyőr százados. Köszönöm, hogy eljött. Hol is kezdjük, mert nagyon nehéz nekiesni ennek a dolognak, annál is inkább, hiszen gyakorlatilag, ha jól számolom, péntek még egy munkanap, aztán szombat, vasárnap, és hétfőn elméletileg ezeknek a nemzeti dohányboltoknak nyitniuk kellene. Vannak nekünk statisztikai adataink, a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kaptunk egy tájékoztatást, nem, bocsánat, ez még májusban, elnézést kérek, májusban, hogy a beadott kérelmek száma akkor még, ez május vége volt, 29-e, csekély volt. Hogy alakult ez június vége felére? Mit lehet erről tudnunk? Így van, májusban még elég csekély volt az a szám, akik beadták az engedélykérelmet, de ez jelentősen megváltozott. A mai napig 136 koncessziós szerződést kötöttek meg, és ebből 133 engedélyt kérelem érkezett az elsőfokú hatósághoz. Ebből egy eljárás folyamatban van, mivel azt a kérelmet ma nyújtották be, és 132 engedélyt már kiadott az elsőfokú hatóság. Lehet valakinek elsőjén megnyitnia úgy a trafikot, hogy mondjuk nincs az önök részéről ehhez hozzájárulása?
nem. Mindenképpen engedély birtokában lehet ezt megnyitni, de továbbiakban ugye 3 darab engedély nem került kiadásra. Valószínű, hogy ezek az üzletek később fognak megnyitni. Fogyasztóvédelmi szempontból nyilván feladatokat, plusz feladatokat jelent majd a fogyasztóvédelemnek az, hogy ellenőrzik ezeknek a trafikoknak. Hát egyrészt a kezdeti stádiumát, mit kell ilyenkor megnézniük, mit kell vizsgálniuk a trafikokban? Tehát a trafik is egy kereskedelmi tevékenység lesz, amit ugye a fogyasztóvédelmi hatóság néz. Maga a törvény elég szigorú szabályokat írt elő az üzlet megjelenésének, az ott lévő áruknak a forgalmazására vonatkozóan. Amit legelőször nézünk, ugye a külső megjelenés, hogy a megfelelő táblák, tehát a nemzeti dohánybolt elnevezés, a 18 éves korúak tilalmára vonatkozó tábla, tehát hogy ezek kint legyenek az üzlet homlokzatán, és hát azokat az általános kereskedelmi feltételeket, mint más üzleteknél is, a nyitvatartási idő, illetve hát bent az üzletbe az ártájékoztatás, és még reklám szempontjából is feladatokat adott a törvény. Ez mit jelent a reklám feladat, reklám szempontjából ellenőrizni a trafikokat? Hát ugye a dohány reklám az mindig is elég körülményes, részben tiltott reklámtevékenység volt. Korábban, ahol dohánytermékeket értékesítettek, lehetett azon a helyen dohányreklámot elhelyezni, most nem lehet. Tehát most teljesen tiltva van ezekben az üzletekben is a dohánytilalom, és ugyanígy az üzlet homlokzatán és a kirakatban sem lehet elhelyezni dohányterméket, annak reklámját, illetve a dohányzással összefüggő termékek reklámját akkor sem. Gyakorlatilag, ha jól belegondolok, csak annyi jelzi majd a trafikok létét, hogy lesz egy felirat a bejárat felett nagy valószínűséggel, vagy esetleg egy utcafrontra, egy olyan forgalmas hely felé. Ez lehetséges? Tehát egy felirat, vagy lehet több is? Lehet több, tehát ezt a jogszabály nem tiltja, tehát egynek minimum kell lenni. Több is lehet, és magát a dohányboltot lehet reklámozni, de azzal a kikötéssel, hogy a reklámba a dohánytermék, illetve kiegészítő termék nem jelenhet meg. Százados úr, a megyei körkép az hogy alakul? Milyenek a megyei statisztikai adatok? Van erre számadatunk? Hát sajnos még nincs, összesített adat van, ugye 133 kérelem érkezett, és valószínűleg ez kiadásra is fog kerülni, még ez egy kérelem. Tehát gyakorlatilag senki nem lesz olyan, aki nem kapja majd meg a működéshez szükséges papírokat. Vas megyében nem, egy esetben történt Zala megyében, hogy egy Zala megyei vállalkozó nem kapta meg az engedélyt, itt elutasításra került az engedély kérelem, mert 5 éven belül mulasztási bírságot szabott ki neki az adóhatóság, szóval szigorú feltételekhez köti a jogszabály az engedélyek kiadását. Az, hogy pontosan hol nyílnak meg ezek utcára, utcanévre, településre, pontosan még nincsen nyilvántartása az elsőfokhatóságnak. Nem sokára a nav.gov.hu oldalon ezek az adatok feltöltésre kerülnek, és ott majd lehet tájékozódni. Nagyon sok multinál, illetve multi áruház mellett is nyílnak ilyen üzletek itt. Milyen kitételek vannak? Amiket én láttam, ezek ugye parkolóban lehet trafikot építeni, aztán pavilonokban, bérbeadott üzletsoron, tehát ezek így működni fognak majd nagy valószínűséggel. Mi azt látjuk, hogy néhány helyen kikerülnek a táblák, és akkor látunk kis bódékat, amelyek emelkednek ki a földből, de némelyikőjük úgy néz ki, ahol hétfőn nem biztos, hogy elkezdődik majd az értékesítés. Szóval mit kell ilyenkor nekünk néznünk, figyelnünk, látnunk? Kibe bízhatunk meg leginkább? Továbbra is azokban, akik mondjuk esetleg egy üzemanyagtöltő állomás mellett értékesítenek, vagy valahol függetlenül egy nagyobb áruháztól? Hát ugye elég szigorúak a feltételek, hogy valaki dohány kiskereskedelemmel foglalkozzon, de a különálló üzleteken kívül a jogszabály lehetőséget ad arra 200 fő alatti településeken, 2000, ha jól emlékszem, hogy üzleteken belül is lehet nyitani egy ilyen elkülönített dohány kiskereskedelmi rész. Ez a pavilonsor, hogy egy pavilonsoron bérelnek? Hát valahogy le kell választani igazából térelválasztóval, tehát hogy elkülönüljön a többi termékektől, de ami biztos szempont, ez a nemzeti dohánybolt felirat, mert ennek viszont mindenképpen ott kell lenni. Igen. Mi lesz azokkal, akik... Hát ha visszatérünk most azokra a nagyon szép régi amerikai filmekre, vagy olasz filmekre, akik hát ugye ilyen esetekben más forrásokból próbálják beszerezni majd a dohánytermékeket, készülnek ilyesmire?
ellenőrzésekre. Így van, ellenőrzések folyamatosan továbbra is meg fognak történni. Nagyon szigorú szabályok vannak továbbra is. Beszerezni a kereskedőnek csak nagy kereskedőtől, adóraktártól, ugye gyártótól. Ez már el is indult, tehát már ők beszerezhették az árukat, hiszen elsőn nyitnak. Így van, ők már beszerzik folyamatosan az árukat, ugye elsőn tudnak megnyitni. Nagyon szigorú szabályok vannak, csak ezektől a jövedéki törvényben meghatározott körtől szerezhetnek be termékeket, és csak adójeggyel ellátott dohánytermékeket árusíthatnak, ezt a vámonhatóság folyamatosan ellenőrizni is fogja. Amennyiben engedély nélkül árusít valaki, vagy folytat ilyen tevékenységet, akkor 5 milliótól 500 millió forintig terjedő bírság is kiszabható. Például teszem fel, mondok egy példát, ha valakinek egy magánszemélynél van adójegy nélküli doboz cigaretta például, akár 20 000 forint bírság is lehet. Ezt jó, hogy elmondjuk. Amennyiben most üzletben valaki árusít, az attól függően, hogy mekkora tételű adójegy nélküli cigaretta van az üzletben, ott viszont több százes bírság is lehet, és se akkor már 12 napos bezárásra is számíthat az üzlet. A piaci ellenőrzések is gondolom, hogy lesznek majd a tekintetben. Így van, folyamatosan. Hiszen ezek is olyan helyek, ahol esetlegesen hozzá próbálnak jutni más forrásból a termékeket. Mi lesz azokkal, akiknél még van dohánytermék, ők meddig forgalmazhatják, illetve meddig árusíthatják? Nyilván ennek is van egy határideje, hogy mondjuk a nyakukon ne maradjon a felhalmozott raktárkészlet. Így van, július 1-ét követő 15 napig árusíthatják ezeket a termékeket, és ezután pedig vissza kell adniuk a terítőjáratnak, vagy az adóraktárnak, gyártónak, akitől ezeket vásárolták, ők köteles visszavásárolni. Ez egy jó beszélgetés, már csak abból a szempontból is, mert nagyon sok fontos információt tudtunk meg egyrészt, másrészt pedig egy folyamatnak az elején vagyunk, most fog indulni a rendszer, a tapasztalatok miatt vissza fogjuk hívni majd önöket, és vissza várjuk természetesen, hogy mikor, azt majd gondolom, hogy önök segítenek nekünk megmondani, de gondolom egy-két hónapon belül már tudnak nekünk mondani olyan dolgokat, hogy megérte, nem érte meg, miket kell figyelembe vennünk még. További szép estét, köszönöm, hogy itt voltak velünk. Köszönöm. Kedves nézők, önöknek köszönjük a figyelmet, ennyi volt Szombathely ma, illetve nem csak ennyi, hanem ami még az utánunk következő híradóban is megnézhető lesz, majd hamarosan néhány perc múlva, úgyhogy ha tehetik, akkor ne menjenek el a csatornáról. További szép estét, viszontlátásra.